Sziasztok! Katy Perry vagyok, and I need your help. Mikor megláttam a felhívást, hogy lehet Katy Perry videoklipjébe jelentkezni, akkor úgy gondoltam, hogy nekem erre jelentkeznem kell. Nagy Katica vagyok, 15 éves és Budapestről jöttem. Mikor megérkeztem a válogatásra, akkor nagyon sok fiatalt láttam, és nagyon, nagyon sokfélék, nagyon színesek voltak. A válogatásnak annyi volt a lényege, hogy megmutassunk magunkból valamit. Szeretnék valami maradandót alkotni. Én készültem, csak már nem merem előadni. A válogatás után igazából nagyon izgultam, hogy benne legyek Katy Perry videoklipében. Aztán kiderült, hogy benne leszek. Felhívtak telefonon, és nagyon örültem. Az első pillanattól fogva nagyon sokat gyakoroltam, hogy hogyan fogok Katy Perrynek bemutatkozni, mit fogok neki mondani. Oda megyek hozzá. Hello! 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 Két puszit adjak neki, mondják! Blankával nagyon sokat hülyéskedtünk. Mehet a szám? Hogy van? Blanka meg én többször is kipróbáltuk, hogy milyen lenne Katy Perry bőrébe belebújni. Vettünk parókákat, ilyen nagy, színes, fufrus parókákat, amilyeneket ő hord. Kipróbáltuk a sminkeket, próbáltunk úgy sminkelni, mint ő, bár nem mindig sikerült. Néha egy kicsit hülyeségbe torkollott a dolog, de jó volt, és sokszor utána néztünk a neten, hogy mit szeret, hogy néz ki, milyenek a szokásai, milyen házi állata van. Tulajdonképpen mindent megtudtunk róla. Mikor a négytagú zsűri véglegesen kiválasztotta, hogy ki lesz az a 29 magyar fiatal, aki még rajtam kívül szerepelhet a klipben, akkor nagyon izgatott lettem, hogy milyenek lehetnek ők valójában, és szerveztem egy találkozót, ahol mindannyiójukat megismerhettem. Beszélgettem a többiekkel, és kiderült, hogy mindannyian nagyon aranyosak, nagyon kedvesek és nagyon különlegesek, és egészen furcsa emberek is voltak ott, volt, aki bűvészkedett. Volt, aki légtornászott, rajzolt, énekelt, táncolt, tehát ettől egy teljesen egyéni és különleges társaság jött össze, és úgy gondolom, hogy ettől voltunk teljesen jók. Ezen a találkozón megjelent a reklámügynökség képviselője, és elmondott egy csomó olyan dolgot, amit odáig még nem tudtunk Katy klipjével kapcsolatban. Például, hogy Budapesten lesz a forgatás, Budapesten fogunk ez idő alatt lakni, és hogy pár nap múlva elkezdődik a munka, viszont egy dolgot nem árult el, amire mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy tulajdonképpen mit is kell ebben a klipben csinálni. Elérkezett a nagy nap, a klipforgatás napja, és egy busszal elvittek minket a budai várba, és ezt az úton közölték velünk, hogy oda fognak vinni. Amikor megérkeztünk, akkor hatalmas volt a tömeg, tehát rengetegen voltak. Ott álltak mind a 8 országból. A szervezők nagyon titokzatosak voltak, úgyhogy semmit nem tudtunk, hogy hova kell menni, mit fogunk majd csinálni, vagy egyáltalán milyen lesz a forgatás, úgyhogy együtt izgultunk és vártuk a fejleményeket. Nyolc országból választottak ebbe a videoklipbe fiatalokat, akik szerepelhetnek benne ugyanúgy, mint Magyarországból. Macedóniából, Szlovákiából, Lengyelországból, Németországból, Ausztriából. És tök jó volt velük találkozni. A videoklipnek volt egy koreográfusa, aki tartott nekünk egy kis eligazítást, hogy mire számíthatunk a következő két napban, és egy nem várt pillanatban megjelent Katy Perry, és hatalmas ijenzés fogadta. Fantasztikus dolog volt őt látni élőben. Többféle koreográfiát tanultunk, az én kedvencem az volt, aminél mind a 250-en ott voltunk, és csillag alakban táncoltunk, énekeltünk, szaladgáltunk, mindezt egy helikopter vette fölülről, és úgy nézett ki, mint a tűzijáték lenne. Hát ugye én az első sorban álltam ott középen, és úristen, akkora élmény volt, hogy már így élőben látni,
egy-két méterről test közelben. Nagyon közvetlen volt, mert a forgatás után odajött mindenkihez, lehetett vele beszélgetni, fotózkodni. Elmondta nekünk, hogy mennyire szereti Budapestet, és hogy mennyire romantikus helynek tartja, illetve, hogy mennyire meghatódott tőle, hogy így szeretjük őt. Óriási élmény volt, hogy ott lehettem a klipforgatáson, és még külön jó volt az is, hogy ott lehettem Katy Perry budapesti koncertjén is. Nagyon színes volt a színpad, és óriási fagylaltok, cukorkák és vattacukrok voltak mindenhol. Tök jót buliztunk, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat a koncerten, és nagyon jó volt Katy Perryt újra látni. És úgy gondolom, hogy ez volt életem egyik legjobb napja.